De, de valakinek van gőze erről szerencsére. Finke Attila. Finke Attila fogjuk megkérdezni, hogy hogyan álljunk például, hogy hogyan vélekedjünk jelenleg így a kriptó befektetéssel kapcsolatban. Most éppen mennyire ingoványos talán, mennyire kezdik megérteni a magyarok és használni is ezt a formát. Mit tapasztalsz, Hello? Szervusztok! Hát először is a kriptó egy aránylag új terület. Maga a Bitcoin az első kriptovaluta és 15 éve van velünk, tehát mindenképpen újnak mondható. De a különböző kriptovaluták gombaszám nőnek ki a piacon jelen pillanatban is folyamatosan. Mindig, amikor a Bitcoin egy újabb csúcsot elér, és ez most március 5-én ismételten megtörtént, amikor megdöntött a 69.000-es csúcsát, amit még anno novemberben 2021-ben ért el, akkor mindig fölébrednek az emberek, hogy ez lesz a tuti befektetés, ebbe kell belefektetni. És akkor én egy csomó kriptovaluta farmizen, ami ugye ezen felkapaszkodva akar, és azért azt tudni kell, hogy a kriptónak a nagy része az rengeteg buktatóval, rengeteg csalással jár. Aha. És ez az, és én el is elengedtem. Elengedted? Hát, de nem mindenki engedi el, bocs, mert hogyha megnézed, akkor pont a Sevestén Balázsnak a posztjáról beszélgetünk, hatalmas kriptofalról beszélgetünk, igen. Ugye Balázs az, nagyon hisz benne, és hát beigazolódni látszik neki, én nem tudom, hogy milyen, meg hogy kell érteni ezt az egész világot, de hogy az ember ha akarja, ha nem, így akár média személyiségeken keresztül is, képbe kell, hogy valamilyen szinten kerüljön a kriptóról, mert már ilyeneket is hallani, hogy ez 5 év múlva, 10 év múlva már nem lesz se pénz, majd ilyen kriptovaluták lesznek, csak amivel mi fizetni fogunk. Ez igaz lehet? Hát mindenképpen azt tapasztaljuk, hogy a digitális irányba megyünk. Tehát a készpénznek, mint olyannak egyre kisebb a szerepe a mindennapi életünkben, ezt már lehet tapasztalni, és a digitális irányban. És ami most egy óriási változás a kriptó területen is, itt a Bitcoin kihangsúlyozva, hogy idén, január 11-től hivatalosan is lehet Bitcoin Spot ETF-ekkel kereskedni az Egyesült Államokban, az bármit SEC, is jelentsen, az Egyesült Államok ugye értékpapír és tőzsde felügyelete ezt január 10-én jóvá hagyta, és a nagy ágyuk olyanok, mint a BlackRock, a Fidelity, iszonyatos mennyiségben kezdték ezt felvásárolni, mert a Bitcoin Spot ETF-nek az a lényege, hogy az ETF kibocsátójának kell rendelkezni a mögötte lévő eszközzel, ez esetben a Bitcoinnal. És hogy arányokat akarok mondani, hogy például jelen pillanatban napi 900 Bitcoin kerül a rendszerbe, jön majd egy halvingunk, egy felezésünk, ez minden 210 ezeredik blokk után van, ez kb. 4 év, akkor mindig feleződik ez, tehát kb. 10 nap múlva már csak 450 fog naponta a rendszerbe kerülni. Viszont a BlackRocknak ez csak egy ETF kibocsátó, igaz a legnagyobb. Vannak napjai, amikor 10 000 bitcoint vásárol fel, a bitcoin száma véges, 21 millió lehet belőle összesen. Ez mit jelent, bocs, hogy véges? Tehát, hogy 21 millió darab születik majd a bitcoinból összesen, ezt a bitcoin protokoll szabályozza. Jelen pillanatban 19,6 millió kint van, az utolsó bitcoint 2140 körül fogják kibányászni, ennek a felezésnek köszönhető, hogy mindig egyre kevesebb kerül a rendszerbe. És hogyha azt megnézzük, hogy a váltókon, amit meg lehetne mondjuk vásárolni, jelenleg 2,3 millió bitcoin elérhető. Nem mindenki akarja eladni, valaki ott tartja, de hogy mondjuk ezt lehetne úgy megvenni váltókon. És hány milliárdos, milliómos van világszerte, és a BlackRock napi szinten valamikor 10 000 bitcoint vásárol föl, de a rendszerbe 10 nap van már csak napi szinten 450 fog kerülni, akkor lehet érezni, az emberek úgy érzik, hogy le fogunk erről maradni, és igen, előfordulhat, hogy x év múlva már nem úgy van, hogy csak fölmegyek a váltóra és veszek bitcoint, hanem sokkal nehezebb lesz hozzájutni, mert például a bitcoin 70%-át az elmúlt egy évben nem mozgatták. Ez azt jelenti, hogy aki megvette, az tartotta. Rögtön a legelejére még hadd kérdezzek rá, hogy mit jelent az, hogy amivel kezdted, hogy elérte a 69 000-est? Dollár van, 69 000 dollár per bitcoin. Per bitcoin. Igen. Tehát egy bitcoin, egy... Az volt az előző csúcs, és akkor most ezt március 5-én idén megdöntötte, és most egészen 73.800 valameddig ment föl, most is ilyen 68-69 000 körül van, tehát nagyon jól tartja magát. Mikor került a köztudatba? Mikortól van bitcoin? 2009. januárjában indult ez mennyit, a... Mennyit ért? Ennyit? Nullát? Nagyon-nagyon keveset. Geri, valamiről lemaradtunk. Fear of missing out érzésem van. És sok embernek, és ezért is ugranak bele. Amit én mindig szoktam hangsúlyozni, hogy az edukáció nagyon fontos, tehát ez bármilyen befektetésről is beszélünk. Ha nem ismerjük azt a területet,
akkor ne ugorjunk bele. Aha. Tehát először ismerjük meg, és a kriptóra ez hatványozottan igaz, mert ebben mindenki a csodát látja, mert hallja a sikersztorikat, és azt hiszi, hogy 2 perc alatt gazdag lehet, de a többség bukik a kriptóval. De ez nem a kriptó hibája, hanem az emberek hibája, akik nem veszik a fáradtságot, hogy ezt hogyan is kéne csinálni. Tehát nagyon kell ismerni ezt az egész meg világot ahhoz, hogy te beleugorjál. Rengeteg elfelés van benne, de a bitcoin, mint olyan, és számos más kriptovaluta, én úgy gondolom, hogy a jövőben mindenképpen itt lesz. Mennyi idő alatt tudja kiművelni magát az ember, hogyha azt mondja, hogy én ebben most bele akarok ugrani ebbe a bitcoin világba, vagy a kriptovilágba, mennyi időt kell rászánnia, hogy... Én azt szoktam mondani, amikor beszélgetek emberekkel, és akkor innen-onnan foszlányokból próbálnak meggyőzni, hogy a bitcoin talán miért nem jó, mert éppen mit hallott a szomszédtól, hogy ha egy 10 órát rászánunk arra, az nem olyan sok egyébként, ha komolyan vesszük, akkor meg fogjuk érteni az alapokat, és általában, aki 10 órát rászántak, akkor tovább ásnak, és még nem találkoztam olyan emberrel, aki a 100 órát rászánta volna, és utána azt mondta volna, hogy ez hülyeség. Aha. Olyannal sokkal, aki hallotta valahonnan, és rögtön rámondta, hogy nem. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos volt. Ez az 5-6 perc nem volt elég nekem, hogy te.